Őszeleje óta használhatják a közlekedők vásárosnamény új körforgalmát. Az átadása csak november végén volt, azzal az okos zebráival együtt, amely egy közeli iskola előtt segíti a gyalogosok biztonságosabb átkelését az úttesten. A város öt legforgalmasabb útját is felújították, és ezzel még nincs vége az ilyen jellegű munkáknak. Más utak rendbetétele is folyamatban van a városban, ahol a csapadékvíz elvezető rendszert is kiépítik. A Berek szívében 2021-ben összesen mintegy 3,7 milliárd forint értékben zajlottak különféle beruházások 15 projekt keretében. Ezek közül elsőként az energetikai fejlesztéseket emelte ki a település polgármestere, amelyek három iskolában is megvalósultak. Hőszigetelés, nyilászárók cseréje, napelemes rendszerek beépítése valósult meg. A második Rákóczi Ferenc gimnáziumon, a Vitkai általános iskolán és az Ötvös József általános iskolán is. Ezen kívül a megyei foglalkoztatási paktumból mintegy 260 millió forintot sikerült helyi vállalkozások munkaerő teremtéséhez segítenünk és biztosítanunk. Teljesen megújult az Ötvös kúria, úgy hiszem, hogy egy olyan impozáns épületet sikerült megmentenünk az utókornak, ami már óriási kérdéseket vetett föl számunkra, de ezt is megoldottuk, úgyhogy ez is rendben van. Közben a mezőgazdasági utakat fejlesztettük. A Gergely ugornyai Tisza part mellett várja a turistákat a Berek szíve üdülő központ. Néhány hónapja adták át a felújított épületet, amihez több kempingházat és filagóriát is kialakítottak. A komplexum elsősorban a vízisportok és a kerékpározás kedvelőinek nyújt pihenési és kikapcsolódási lehetőséget. Nem csoda, egyre többen kelnek útra két keréken a térségben. A turisztikai beruházások sem álltak meg az elmúlt évben Vásárosnaményban. A Tiszapart folyamatosan fejlődik, erre mintegy 300 millió forint jut. Mindeközben már 2022-re is megvannak a tervek a kisvárosban. Nagyon szeretnénk azt, hogyha hálózatba tudnánk foglalni a kerékpárútjainkat. Itt 1-2 kilométeres szakaszról van szó, de több részből állna ez, és akkor ezáltal a városon úgy lehetne átkelni, hogy a központon sem kell áttolni a kerékpárt. Szeretnénk továbbfejleszteni a Tomcsányi kastélyt, gondolkodunk idősek otthonában, a hajléktalan szálló áthelyezésében. Hiszem azt, hogy sok olyan projektünk van, amely a lakosság érdekeit szem előtt tartva a komfortérzetünket és a kisvárosi mindennapjainkat tovább segít. Így nyilván nem árunk le a körforgalmi csomópontok kiépítésének a tervezésével sem. A városon áthaladó forgalom csökkentésére pedig az M3-as autópálya meghosszabbítása nyújthat majd igazi megoldást. A jelenleg a településhez tartozó Perényi tanyáig érő sztrádán a tervek szerint Berek-Dalócig közlekedhetünk majd a jövőben.